Sziasztok, remélem jól vagytok. Na, most lesz egy jó ilyen nagyon érdekes francia lecke megint, mert franciául imádjuk azt mondani, hogy hú, a tehén. De ezt nem hogy tehén miatt, vagy valami, hanem ezt azért mondjuk, mert hát ezt inkább úgy értjük, hogy húha, tudod, húha, hú a tehén. Például, húha, de fáj. Tudod, amikor így valamit, mit tudom én, becsíped az ujjadat valahova, vagy mit tudom én, és akkor ú, de fáj! És hát, franciául azt mondjuk, nem mindig, mert azt is lehet mondani, hogy ai j'ai mal, ó, hú, hát ez fáj. De amikor tényleg nagyon fáj, és ilyen barátokkal vagyunk, vagy valami, akkor azt is mondjuk, hogy à la vache, j'ai mal! À la vache, à la vache, hú a tehén, j'ai mal, nekem fáj, fáj. À la vache, j'ai mal, hú a tehén, ez fáj, vagyis nekem fáj. És ezt a hú a tehenet nagyon sok mindenre használjuk. Most így hirtelen nem jön más példa az eszembe, mert hát látjátok, hogy nagyon-nagyon szép helyen vagyok, Svájcban. Interlaken és Ringbergen között gyaloglom, és hát közben gondolkozok azon, hogy milyen francia leckét csinálhatnék, meg mint tudom én, és ez a hú a tehén, ez már benne volt a fejemben egy ideje, de volt is róla egy másik lecke, csak nem raktam föl az internetre, vagyis nem úgy, hogy mindenki láthassa, én látom, de szerintem nem volt túl jó, úgyhogy nem raktam fel. Azt is lehet például mondani, hogy vásted la chance, hú a tehén, milyen szerencsés vagy, mikor valakinek nagyon sok szerencséje van, mit tudom én, megnyerte a lottót, vagy de jó lenne, vagy valami ilyesmi, akkor azt is lehet mondani, hogy à la vache, t'as la chance, hú a tehén, szerencsés vagy, tudod? És ezt a hú a tehenet nagyon sok mindenre használjuk. Majd próbálok gondolkozni ilyen másik példákon, de ilyen mindenféle dolgokra lehet használni. Szóval itt volt két példa, elég gyors volt, tudom, de most hirtelen ez van. Remélem jól vagytok, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckét. Ciao, sziasztok!